A fiatalok és az idősebbek sem ügyelnek eléggé környezetük tisztaságára, mondják a Csantavéri Hunyadi János általános iskola tanulói, akik a Földnapja kapcsán tartottak ma előadást diáktársaiknak. A kutatás, amelyet egy versenyre készítettek elő, felölelte a táplálkozási szokásokat is. Eldobálják a szemetet, a csikért is szennyezik, minden ilyen szemetet, amit például megettek egy csokit, akkor a papírját eldobják. Ne annyira egészségtelenül táplálkozunk, inkább több vitamint vigyünk be a szervezetünkbe, mint zsírokat és egyéb szénhidrátokat. A Földnapja kapcsán a helyi iskolában a nap folyamán hulladékgyűjtést szerveztek, hogy tisztábbá varázsolják a környezetüket. Szabó Gábor biológia tanár elmondta, az iskola néhány diákja részt vett egy Kárpát-medencei szintű környezetvédelmi versenyen is. Sajukár környezetvédelmi csapatverseny volt Újvidéken, ugye március 26-án tartották, és ez egy ilyen Kárpát-medencei kiírású verseny, és tovább jutottak Győrbe, ahol meg fognak mérettetni másik 20 csapattal. Tartalmazta a környezetvédelmi problémákat, illetve azoknak a megoldási lehetőségeit, ami falu szinten lehetséges. Csantavéren két nagyobb környezetvédelmi problémával küzdenek a helyiek. Az egyik a helyi szeméttelep, a másik pedig a csikérpatak szennyezettsége, amelyért, mint a diákok hangsúlyozták, ők helyben a felelősek.